Tolnai vagyok, apai ágról az első bevándorlókkal jött be a család, tehát 1718-20 körül már a linkek itt voltak, illetve akkor még linknek írták a nevüket, úgyhogy törzsgyökös tolnai vagyok. Édesanyám viszont badacsonyi, Badacsony hegyen született, nem is a lejjebb, hanem fönt a hegyen született. Úgyhogy két teljesen ellentétes értékrend egyesült bennem, a vizek és a kövek. Édesapám az pingpongedző volt, megyei sporthivatalban dolgozott és pingpongedző volt, úgyhogy korán felismerte azt, hogy nekem van tehetségem a pingponghoz, és én már 5 éves koromban pingpongoztam. Fel se értem még az asztalt, de már a kezemben volt a pingpongütő, és pingpongoztam. Nagypapáméknál volt egy hatalmas konyha, és ott állítottunk fel egy asztalt, és édesapám ott gyakorolt velem, és hát ez egyenes út vezetett ahhoz, hogy én pingpongozzak a Tolnai Vörös Lobogóba. Akkor még nem tudtuk, hogy miért nem fejlődöm olyan gyorsan, mint a többi. Tehát jó képességeim voltak, de valahogy úgy nem sikerült annyira fejlődnöm. Később aztán kiderült, hogy a csípőm miatt, tehát nekem van egy veleszületett kétoldali csípő problémám, amit egy éves koromban ismertek csak fel, akkor nem is megműtöttek, de begipszeltek egy évig, gipszbe voltam, rendbe jött. És olyan mozgásigényem támadt ettől az egy éves szünettől, hogy édesapám tényleg a pingponggal, a sporttal kívánta ezt így kompenzálni. Jól is ment, viszont ugye ennek korlátai voltak, amit nem tudtuk, hogy miért van. Édesapám se tudta, Sárcsanyi bácsi sem tudta, azt látták, és a többiek is azt látták, hogy én lusta vagyok. Na most, hogy ez a lustaság, ez miből fakadt, az sajnos csak 17 éves koromban jött elő, amikor elkezdett fájni a lábam. Akkor elmentünk ortopédorvoshoz Pécsre, és akkor már nagyon jól ment a pingpong. Akkor már egyszer NB1-be is játszottam, aranyjelvényes is voltam. Kezdődött volna úgy jól menni igazán, profi menni. És közölték velem, hogy vagy rögtön megműtenek, vagy benéz a tolószék is akár. És hát megműtöttek, és ezzel véget ért a karrierem, ugyanis hát egy kicsit nem sikerült, amit egy 8 centivel lett rövidebb az egyik lábam, mint a másik. És ezt ugye rögtön nem lehetett kompenzálni, úgyhogy nekem akkor ott véget ért a világ, mert nekem az élet az kizárólag a pingpongról, a sportról szól, és akkor váltanom kellett valami másra. Még szerencse, hogy voltak a könyvek, mert a könyveket, azokat tényleg nagyon szerettem. Ide jártam gimibe is, igen. Nagyon jó osztályom volt, nagyon szerettem. A Bán Erzsébet volt az osztályfőnökünk, mi voltunk az első osztálya, szegény, úgyhogy pont kikapta, de nagyon szerettük, és nagyon remélem, hogy ő is szeretett minket. És akkor utána felvételiztem. Először a tanítóképző főiskolára, Szekszárra, bár ez a szüleim kérése volt, bár én tudtam, hogy nem vagyok tanítónak való. Nem tudtam se énekelni, akkor még kellett zenei hallásom, az nem volt zenei hallásom, semmi. És hát úgy is felvételiztem, hogy biztos legyek benne, hogy nem vesznek fel. Nem is vettek fel, és egy évig máshol dolgoztam, akkor még létezett ez a közveszélyes munkakerülés, úgyhogy el kellett helyezkedni egy hónapon belül, vagy pár hónapon belül, és más lehetőség nem volt. Édesanyám akkor a kórházban dolgozott vezetőként, és ott szerzett nekem helyet, nagyon furcsa módon a Szekszárdi Kórház proszektúráján voltam segédasszisztens egy jó fél évig, kicsit több, mint fél évig voltam, és nem bántam meg. Nagyon szerettem azt a helyet. Kutatómunkát
végeztünk, is végeztünk azon kívül, hogy ugye boncolásokban részt vettünk, és nagyon sok tapasztalatot szereztem ott, nem volt az rossz tanulmány. És akkor utána odafelvételiztem, ahova én szerettem volna. Ugye a könyvtáron kívül még egy dolog érdekelt nagyon, a történelem. És Szombathelyen volt akkor kizárólag és egyedül történelem könyvtár szakpárosítva. Úgyhogy én fölkerekedtem, aki ugye csak a versenyekre ment a világot látni, és elmentem Szombathelyre felvételizni. Sikerült, de csak levelezőre vettek föl, amit szintén soha az életben nem fogok megbánni, mert Faddon sikerült könyvtárosként elhelyezkednem közben, és ott olyan tanárom lett Kisné Vali személyében, aki mindent megtanított a szakmáról. Tehát én nem úgy jöttem ki 4 év után a főiskoláról, hogy na most akkor ismerkedjünk meg a könyvtári munkával, hanem én akkor már mindent tudtam. És felsőfokú szinten tanított meg nekem mindent. Közben 1987-ben Fadról el kellett jönnöm, mert visszament az a gyermekes anyuka, akinek a helyén ott voltam, és Tolnán hál' Istennek éppen volt egy hely, és akkor a nagy álmom, hogy a Tolnai könyvtárban legyek én tolnai könyvtáros, hiszen én tolnai lány voltam, tehát el se tudtam volna képzelni, hogy messzebb menjek. Soha nem akartam, és nem is szerettem volna vezető lenni, de 1999. január 1-től engem neveztek ki az intézmény élére. És ahogy számolgattam, lehet, hogy én vagyok az az ember, aki leghosszabb ideig volt igazgatója ennek a teljes intézménynek, tehát a Művelődési Központ és Könyvtárnak, legyen bármilyen neve is azóta, 9 évig voltam igazgatója. Nehéz időszak volt, mert az önkormányzat sem volt olyan túlságosan jó helyzetben, és leépítettek minket. Tehát a két könyvtáros helyett vagy 3 könyvtáros helyett gyakorlatilag egy könyvtáros meg egy könyvtáros igazgató lett. Volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem volt népművelőm. Tehát úgy kellett megoldani a dolgokat, hogy én voltam a népművelő, és én voltam az igazgató, és én voltam a könyvtáros is. Aztán kaptunk egy 4 órás népművelőt. Aztán végül, hál' Istennek, belátták, hogy a feladatunk nem csak az a pár állami és nemzeti rendezvény szervezése, hanem azért a művelődési ház másra is való. És akkor adtak népművelői vagy művelődés szervezői státuszt, úgyhogy akkor, ha minimális létszámmal is, de tudtunk megint normálisan üzemelni. A könyvtáros egy kicsit talán hasonlít ahhoz a könyvtáros képhez, ami így a filmekben mostanában van, hogy ilyen kutató könyvtáros, meg rejtélyeket fedez fel. Igen, mi is kutatunk és rejtélyeket fedezünk fel, és szerintem mérhetetlen a kíváncsiságunk. Ettől jó könyvtáros egy könyvtáros. Úgyhogy engem is minden érdekelt. Azért nem szakosodtam szerintem sehova, bár tényleg a történelem meg a régészetet imádtam és nagyon szerettem, mert túl sok minden érdekelt. Úgyhogy a történelmen kívül, ami nekem örök szerelem, foglalkozom, hát most a Városvédő Egyesületnek vagyok az elnöke, ami szintén történelem, helytörténet, de tagja vagyok a Madártani Egyesületnek, tehát imádom a madarakat megfigyelni, gólya monitoringozást csinálok minden nyáron Tolnán, amit adatokat leadok. De foglalkoztam fűszernövényekkel is, gyógynövényekkel is egy ideig. Hát a családtagjaimat, meg így a munkatársaimat elláttam gyógynövényekkel, meg tanácsokkal. Nagyon szeretek főzni, ezt imádom, és mivel keletrajongó is vagyok, tehát ami India, Kína, Japán, Korea,
Thaiföld, ilyesmi, az nekem minden. Nekem született egy kislányom házasságon kívül, és egy ideig a szüleimmel éltünk még, már csak azért is, hogy a családkép meglegyen a gyermekbe, és ott nem nagyon díjazták az én ázsiai ételeimet, ott inkább húsokat sütöttem, vadat, nagyon sok vadat sütöttem, édesapám ugye a halászlé mestere volt. Mi, mint mondtam, régi tolnai család vagyunk, tehát mi azt a hagyományt is tartottuk, hogy a halászlét kizárólag a férfi családtag főzheti, viszont az összes többi az maradt rám. Én imádok élni, tudod, mindenek ellenére imádok élni. Nekem az élet minden pillanata maga a csoda, akkor is, hogyha rossz. De az, hogy megélhetem, az a számomra egy olyan gyönyörűség, amiért örökre hálás vagyok.